mindenki a helyére! Gyorsan! Gyorsan, gyorsan! Mary Johnson! Olyan szép az idő! Úgy szeretném, ha most Oviban lennék! Ők csak sétálnak! Nekem otthon megvan ez a játék! Azt a... Igen, és még nem is játszottam! Az én szüleim meg Olaszországba mentek shoppingolni. Engem nem vittek magukkal a fránya suli miatt. Most a dadusommal vagyok. Ó, ugyan! Van elég érdekes és szórakoztató dolog a suliban! Ha lemondanák az órákat, akkor mit csinálnátok? Ahogy mondják, megfájdul a fej, de a papának könnyebb. Próbáljuk lájkolni a videót lentről. 1, 2, 3! Így kell lájkolni! És azt hiszem, hogy eltörtem a telefont. Én olvasnék, házit írnék, még olvasnék, az egész heti házit megírnám, és tanulnám az új elméletet. Én szívesebben aludnék. Ó, jön Mary Johnson! Sziasztok, gyerekek! Üljetek le! Hát, gyerekek, meglepetésem van a számotokra. Le vannak mondva az órák! Fantasztikus, rossz, ülj le! Milyen buta ötletek? Persze, hogy nem. De közel van az igazsághoz. Minden suli zárva van a városban a karantén miatt. Kivéve a miénk! Hát ne aggódjatok! Létezik gyógyszer, ami segíteni fog. Tessék, nagyon-nagyon finom. És segítsetek, hasznos. Hát, szép kék, most neked van varázserőd. Ó, ez túl sok lesz neked. Egy kicsit visszaveszünk. Fantasztikus, rossz. Öntsem a füledbe. Segíts. És ez fog segíteni? Sötételen ezek vitaminok, hogy ne betegedjetek le, mint azok a gyengék a többi suliból. A miénk működni fog örökké. Minek a hiszti? Kezdjük az órát. Kacok, most láttam, hogy a fiúk a másik suliból fociznak. Igen, az én barátom az udvarból posztol mozis képeket az Instára. Nesze nektek karantén! Miért nem betegedtünk le? Lehet, hogy nem fáztunk eléggé. Igen, vagy nem ittunk hideg vizet. Pontosan, hát meg kell fáznunk. Vagy menjünk sapi nélkül a suliba. Majd lehetünk mezítlen. Jeget fogok enni otthon. Tudtátok, hogy a jégnek 10 kristályos módosulata van? Okos Júlia! Hát, ha Okos Júlia készen áll jeget inni, akkor én is benne vagyok mindenben. Szia! Szia! A ti szüleitek is egészség megszállottak lettek? Amikor elkezdtem jeget enni, anyukám majdnem elájult. Azt hitte, hogy lázas vagyok, hívta a dokit, és azt mondta, hogy valószínűleg súlyos betegségem van. Képzeljétek már el! Milyen? Rejtett gyulladás! Igen, anyukám szintén tud erről a betegségről, ő is ezt mondta. Nézzétek! Fúj! Anyukám annyi új ruhát vett, hogy nem tudtam ellenállni, hogy ne vegyem fel. Én fázok, bocsánat. Olyan szépen próbáltok lebetegedni. Azt hiszitek, hogy ez könnyű? Reggel anyukám összefutott sötételen anyukájával, és az ő anyukája mondta az enyémnek, hogy minden suli karanténban van, kivéve a miénket. És itt van fantasztikus rossz papucsban és sapi nélkül. Még jó, hogy a papucs a gyengéd. Minket pedig kényszerítettek, hogy ezt vegyük fel. Számú gyakorlat. Hapci! Hát,
Hát, skacok, legyetek csendben. Megyek és kimosom az orrom fokhagymával, sóval és sárkánybőrrel. Tényleg segít az influenzánál. Hol van a fokhagymám? Ah, csendesebben, csendesen. Ne nyissátok ki, így is hideg van a tanteremben. Hát nem érted, ez egy jó esély arra, hogy megfázzunk. Így van, fájni fog a fülünk, felmegy a lázunk és folyni fog az orrunk. Tényleg karanténba kerülünk. Gyorsan csukd be, gyorsan csukd be! Miért? Új ötletem van! Röviden, nem szükséges, hogy betegek legyünk, hogy a suli karanténban legyen. Értitek? Igen, nem poén, hogy nagyon megbetegedjünk. Muszáj eljátszanunk, hogy elkaptuk az influenza valamelyik formáját. De vigyázzatok magatokra! Tudjátok, hogy a megfázás mennyire be tud komplikálódni? Hát még az influenza! Hát ide figyeljetek! Okos Júlia! Okos Júlia! Ez az, lányok! Holnap mindnyájan betegen jövünk! Milyen gyülekezés ez már megint? Okos Júlia mutatja az influenza prevenció videót. Ó, bravo, Okos Júlia! Ó, túlságosan füllesztő itt a levegő. Muszáj kinyitnunk az ablakot. Önfelelős az egészségünkért. Átbír minket fújni a húzat. Azt, amilyen okos gyerekek vagytok. Nem akartok csalók lenni és otthon ülni. Ez szemmel látható. Oké, na folytassuk az órát. Hát miért nincs még itt mindenki? Veled mi nincs rendben? Beteg vagy? Nem érzem túl jól magam. Nem bírok aludni éjszaka. Szörnyű betegség. Viszket, 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 viszket. Na szóval, mindenki nyugodjon le. Muszáj hívnom a szüleiteket. Mindenki a helyére! Gyorsan! Gyorsan! Mary Johnson! Szépen csik a fájám! Hagyjátok abba ezt a szopora légzést! Ne szórjátok a fertőzést! Halló? Szia! Szia! Viszket! Viszket! Úristen! Hát nem tudjátok, hogy néz ki az influenza? Lehet, hogy halott? Nem. Nem. Muszáj ellenőriznünk a pulzusát. Mary Johnson, ön elájult. Veszélyes betegségről beszélt nekünk, utána pedig sikítozni kezdett. Mi csak ültünk és hallgattuk önt. Igen. Igen, igen. Pontosan beszéltem a veszélyes betegségekről. Olyan dolog jelent meg. Hol van szép két és rendetlen Gerald? Ti jól vagytok? Mary Johnson, ő nem beteg esetleg? Nem, senki nem beteg ebben a tanteremben. Ne vegyetek körbe, menjetek széjjel, jó? Hát olyan bolond ötlet. Igen, nem tudunk csak köhögni például. A habaszájban nem éppen a megfázás tünetet tudtam mal. Mit próbáltál mutatni? Vámpír harapást? Úgy van, amíg mi itt veszekszünk, addig másulik pihennek karanténban. Mi pedig el se bírjuk játszani, hogy betegek vagyunk. Ah,
Nos, a táskád! Eszembe jutott, tűzszögés! A tűzszögés a megfázás tünete! Muszáj rávennünk mindenkit, hogy tűzszögjön! Esetleg ezt szivatoljátok! Nem, egy kis borsot szórunk minden asztalra! Tudtátok, hogy a bors... Jaj, okos Júlia! Elég volt már! Hallgatni fogok! És ha szórunk egy kis borsot Mary Johnsonnak? Persze, azt fogja hinni, hogy ő is beteg! Utánoztok? Nem! Ennyi! Gyere! Hova? Karanténba! Karanténba! Menő! Menjetek! Kár, hogy lebetegedtetek! Még egy nap és mi lett? Lettünk volna a legegészségesebb suli, és kaptuk volna jegyeket délre! Ennyi! Mindenki megy haza! Kezeltessétek magatokat! Kezeltessétek! Aha! Fantasztikus rossz! Add itt! Vagy vehetünk le ez itt láb! Jó, hogy... Hát nem értitek, hogy ez egy lehetőség arra, hogy... Pontosan! Fájni fog a fülünk, fel fog menni a lázunk is. Nőni fog a lázunk! Mary Johnson, öne! Mary Johnson, ön...